A kronométer.hu bemutatja őszintén órákról. Vasaron Konstantin, Overseas. Mesélj róla valamit. Ugye a Vasaron Konstantin, vagy Konstantin, vagy Konstantin, yes. Ami sokkal egyértelműbben tűnne először, de mégis macerásabban kimondható, mint a Zsezser Le Couture. Ők az Overseas modellt megcsinálták akkor nagyjából, amikor az összes többi luxus óragyártó megcsinálta a saját maga integrált szíjas acél luxus óráját. Tehát akkor, amikor a Chopard, a Szent Morica bohóckodott a 70-es években, az Audemars Piguet a Royalokkal, a Patek Nautilusszal, a Baume & Mercier a Rivierával, az Omega a Constellationnel. Igen, hát mondjuk a Constellation az 1952 óta a volt. Név, de a név. De az integrál design. Az integrál design, az szintén zenész, igen. Jó. Akkor én nézek a vitrínbe, hát ha látok még valamit, amelyik elfelejtette volna megcsinálni. Ezt csoda, hogy a Breitling nem, az Engineer nem. Na. Ugye IVC. Ja, Riviera. Igen, Loreato. Girard Perregaux, Loreato. Szegényként mennyire el vannak feledve, hihetetlen. És ez gyakorlatilag az egyegységnyi flex abban az értelemben, hogy én egyeniség vagyok, mert nem Royalokon van, meg nem Nautiluson van, hanem Overseason van, úgyhogy egyébként effektíve ugyanaz az integrált óra egyébként, valami cirádás lünettával. Nincs ezzel baj, csak azt mondom, hogy ez gyakorlatilag egy kb. Ez az üzenet. Én biztos vagyok abban, hogy a Dávid a mai forgatási nap alkalmával, nevezzük nevén június 20-án az élőfába is beleköt. Tehát neki nem tetszik, amikor a kínaiak védik a sárga folyót, hogy ne világítson annyira. Az neki nem tetszik a zöld rendszám. Neki nem tetszik a bregé. De ez nem csak... A bregét imádom. Az újonnan bemutatott. De az új, ez senkinek nem tetszett. Akkor biztos volt még valami, amiben belekötöttél ma, és most beleköt... Nem, ez nem belekötés. De már elkezdted ezt a flex, hogy ez az azoknak van flexelni, akik habababababab. Hát miért, kinek? Na most mondom, figyelje. Van valahol a világon egy vagy több szabadkőműves, akik pontosan tudják azt, hogy ez az óra valamit nyit. Senki nem tudja, hogy mit, csak pár kivételes ember. Beleillik így a lünetta? Úgy, amiben a lünetta beleillik, és egyszer ezt az órát be fogják ott nyomni egy vagy több ember, elfordítják, és akkor történik valami. Ez kerül az egész kulcsnak a közepén, mert ezen gyémántok is vannak. Tehát ez az ultimate szabadkőműves flex. Tuti, hogy valamilyen van ennek. Ez tetszik ez a sztori, amit felálltál, ez jó, persze. Ez tetszik. A lapos föld sarkán. Nem, a jégfalba kell beletenni, ami a szélén van, tudod? A szélén. A lapos földnek a szélén van egy jégfal. Komolyan? Ezt se tudod? Hát persze. Nem. Hát azért nem folyik le a víz a két szélén. Gondolkozzál már logikusan. Nem, a Balaton tagadó klubjában ilyenről nincs szó. Mik vannak? Az kacsére. Pompás. Ebben egy Zsezser szerkezet van. Tőlük enstandolták gyakorlatilag. Ez egy nagy dátummal komplikált, moduláris automata kronográf. Teljesen jól néz ki egyébként a számlapkiosztás, mert kitölti tokot egész jól. Nincsenek ilyen nagyon közel egymáshoz a segédszámlapok. Szerintem ez egy jól kinéző megoldás összességében valószínű, hogy 41 néhány órás járástartaléka lehet maximum, biztos vagyok benne. De hát, ez ilyen. De ezt nem tudod felrakni órahúzóra, mert olyan rahat nehéz, hogy lehúz az egész polcot, olyan, tehát csak beépített szekrényben lehet állni. Aranyból van a szín is, meg a tok is. Az az érdekes, hogy hallottam egy olyan plegykát, köszönöm, hogy azt jutották, hogy ezek a mostani, az elmúlt néhány évben gyártott aranytokos óráknak az aranytokjai ki vannak könnyítve. Tokfülelk egy kicsit meg okoskodva, kicsit még ebben van, kikor is tolva a belseje, meg ilyenek. És úgy mondtam, hogy jó, mondom, kinézem egyébként ezekből a cégekből, simán, hogy ezt megcsinálják, simán, tehát egy pillanatra... Lézerbágjunk ketté valami tokfület hozzad. Így az aranytokot. És amikor ezt a kezedbe fogod, akkor rájössz, hogy van benne valami. Tehát annyira fejnehéz az óra, amennyire... Igen. Iszaj, elképesztő. És azért jár a kezünk között azért tömör 18 kárdos óra azért hébe-hóba. Ez nincs.
Ez nincs. Ez ezt mondom, hogy ennek fényében, ha megnézed, hogy ez milyen, és megnézel néha akár egy 47-es most mondom, vagy egy Panerai-t, vagy ilyeneket, nem ilyen nehéz, mint ez. Iszonyatosan nehéz az utok. Én a Panerai-nak azt se hiszem el, amit kérdeznek. Semmi okom nincs elhinni. Hát nincs. De hogy gyakorlatilag érted, tehát, hogy ez mennyire érdekes, nem? Hogy konkrétan egy arany szíjas óra tud fejnehéz lenni úgy, hogy pedig azért az arany szíjba is kellene legyen anya. Elképesztő, hogy milyen súlya van ennek a tokfejnek amúgy, vagy órafejnek. Nagyon komoly, nagyon komoly. Nagyon finom kis kronográf van benne. Toknak a hátulján egy ilyen régi fregat van, az Overseas. Hát mert felvétel. Azzal kezd át a Over the Seas. Értem, a neve is ez volt, de hogy gyakorlatilag a szerkezet egyidős ezzel a fregattal szerintem. Tehát, hogy 3 herc, jó mondjuk a nagy dátum az modern, meg mit tudom én. A Szent Háromság nem siet sehova. Volt már olyan része, ahol kiakadtam a Szent Háromságon? Biztos nem, volt. De volt. Ugyan már nem. Kezdjed nyugodtan. De se kezdjed. A lényeg az, a Szent Háromság, a Patek, a Vacheron és a Audemars. Igen. És akkor kérdem én, hol a Girard Perregaux? Hol a Zsezser? A Zsezser, aki a Szent Háromságnak gyártotta a szerkezeteket. Ja. 50 évig. Itt nem fértek bele. Ez a Szent Háromságos duma, ez ilyen... Ez sznobság. Ez netto sznob írja, de ez ilyen igazi ilyen órás fórumokon szárva szökkent bullshit. Tényleg, amikor, ja hát azt se tudod, hogy mi a Szent Háromság, mikor a Szent Háromságban van minden órán menve. És akkor közben bazeg, ott van a Zsezser, aki a Szent Négységben lenne benne, érted? És ő gyártott a szerkezetet mindenkiben. Van olyan Patek, AP, meg mostanon is, amiben biztos, hogy AP tuti, hogy volt Zsezser szerkezetes, az 100%. Patek is volt. Vacheron is volt. De olyan is volt, ugyanaz a Lemania szerkezet van benne. Tudod, mondjuk akkor most mondok Patekot, meg Vacheront. És hogy ez olyan érdekes, hogy a Szent Háromság, és akkor ez a bullshit, hogy semmi nem igazolja, hogy ezeket a márkákat beletegyük egy ilyen kívülálló körül. Ami mindenki, aki ebben a háromban nincsen benne, az valahogy kevesebb. Ez akkor a világbaromsága. Na mindegy, és a Vacheron is ebben benne van, és ez az Overseas, ez igazából lehoz ezek 2000, kora 2000-es évek, amikor még volt súly az órákban, meg olyan az egész úgy látszik, hogy úgy azért ez oda lett éve nagyon kemény. Ez oda lett éve. Még akkor is, hogy egy kőkorszaki szerkezet van benne. Márpedig ez tuti az. És onnan is gondolom, hogy moduláris, hogy ugye a nagy dátum fönt van egészen a számla felüli oldalon, az mindig ott szokott lenni, értem, de meglepne, hogyha ez egy integrált kronó lenne egyébként. A Vacheron 1137-es szerkezet a Frédéric Piguet 1185-re alapul, teljes mértékben vacheronozva, ami azt jelenti, hogy minden látható felületen szerepel a Vacheron Constantinnak a neve. Alapvetően egy moduláris szerkezet, erősen integrálva. Hát ezt fejtsd meg. Na mindegy, ennek majd utána nézzük, mert ez most érdekel. A szíj gyönyörűen meg van csinálva, és van egy olyan megoldás a szíjon, amit még életemben nem láttam soha. Mi? Ha fölveszed, és bezárod így, igen. Akkor ott van egy ilyen, ajánlsz rá egy kattanyon, akkor van ott egy ilyen kis pillanpány, amit áthúzol oda, és most be van zárva. És így szét tudod szedni, és figyelj, ott van a magyarázat, hogy open and close. Ez mindennek az agyon bonyolítása. Igen. Oké. Okay. De ez is aranyból, érted? Színaranyból van túlbonyolítva, érted? Te ezt tud, érted ennek a súlyát? Nézd, valakinek azt mondtam, hogy bement, és aranyból megcsinálta azokat. Valakinek, hogy akkor majd ezt lehessen csesztetni. Mindeközben, ami nekem mi sokkal jobban tetszik, ez mi volt ez? Platina vagy fehér arany? Fehér arany. Itt van egy sokkal modernebb Overseas, fehér aranyból, gyémántos lünettával, mondjuk én egy gyémántos lünettát még pont el tudnám engedni, viszont egy ezt majd Dávid megmondja, hogy gilosát vagy préselt számlap, de szerintem azért addig csak elmentek, hogy gilosát. A punyifing órától nem tudom fölvenni rendesen. Nem baj, a műanyag nem karcolja meg az aranyat. Hát azt, na, amúgy ennyi előnye van egyébként, ez tény. Na igen. De komoly az az óra, igen. Jaj. Amúgy van valami visszataszítóan jó ezekben a drága dolgokban. Tényleg undorító, hogy ennyire jók tudnak lenni. A maga teljesen szükségtelen, haszontalan módján, mint ez a gyémántos Vacheron. Teljesen értelmetlen az az óra. És mégis kéne. Ebben van valami, ami tetszik. Na mi? Hogy talán az első drága óra cikket egyéb, ja tényleg, amit írtam 2017 decemberében, azt
Azt két vasárról írtam. Annak is berakjuk akkor a linkjét a leírásba. És azt egyébként ott ki ajánlotta fel akkor? Az ajtógyáros Gábor. Na, jó neki. Ugye ahol forgattunk januárban, igen, akkor volt neki az a két vasáron, mind a kettő overseas volt. Uh-huh. Az egyik ez a típusú The Dual Time, sejem szürke számlappal, a másik pedig egy gilosált számlapos, egyen régebbi, tehát egy másik verziójú overseas. Én vagyok Zimi a lény! Én vagyok az óra szakértő légy! Úristen! Azok nekem nagyon tetszettek, főleg, hogy az egyiknek... Jó, viszont ez nem egy értelmetlen óra egyébként abban az értelemben, hogy, van második időzóna, van járástartalék, van dátum, teljesen jó. Kíváncsi vagyok, hogy mennyibe kerül a legolcsóbb zsezser, amit meg lehet venni ugyanezzel a szerkezettel. Mert ugye ez egy annyira jellegzetes számlapkiasztás, és AP is volt ilyen, ebben kb. Biztos vagyok, forint fillér ugyanezzel a szerkezettel. Ezen a képen nekem ez a verzió, én ezért szerettem nagyon. Jó, ha sokáig nézed, akkor elkezd káprázni a szemed, és olyan, mintha lebegnének az indexek a számlapon. Tök jó, tényleg. Ilyen optikai csalódás. Kurva jó, nekem ezért nagyon nagy kedvencem volt ez. Tök jó. Csak az az érdekes, hogy ilyen nagyon szépen csillog ugyanakkor, de szerintem az alak... Come back please to earth. Yes, I'm back. Which is lehet, hogy tényleg illasált. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Nagyon sajnáljuk, hogyha semmelyik úrról nem tudtatok kielégítő mennyiségű információt megtudni. Dávidtól azért elvárhattunk volna némi overseas történelmet. Ja, fogalmam sincsen róla. Semmi. Semmi. Soha nem írtam cikket róla, soha nem néztem utána. Ez egy ilyen sötét, fekete lyuk az egész. Ez úgy volt, hogy bejött ide a pesti órásban a Dávid, és akkor itt a nagy dobozból akkor választott pár órát, és akkor mondta, hogy forgassunk a két vasáronnal. És akkor mondtam, hogy de hát én nem tudok róluk semmit, mondta, hogy amúgy ő se, nagyon jó, akkor forgassunk róluk. Van gyémántos, meg te vörön, hogy melyikkel? Gyémántos. Jó, nekem meg akkor ez. Oké. Okay. Hát ezzel egyébként nagyjából most én nem is tudom, néha talán ugye a lelkesedésünkön látszik az, hogy, akkor az... Mi van? Csak becsuktam a puni runest. Patreon.com/kronométer. Köszönjük! Ha ezt a bohózatot szeretnétek még támogatni. Nézni és támogatni, úgyhogy egyébként általában szoktunk hasznos és értelmes dolgokat is mondani. Igen, igen. Most a vasáról nem sikerült, punirunás alapvetően megzavart. Köszönjétek Dezsőnek. Igen, meg a lánynak mi is a köszönjük neki, meg a rózsaszínhajú lánynak, aki újozza a kis tamagocsiját. Dávidnak köszönjük a kiváló óraválasztást, pont, tehát hogy ezt lehetne úgy is, hogy bejössz, és így azt mondod, hogy figyelj Viktor, van itt bent olyan óra, amiről semmit nem tudsz, persze, na akkor forgassunk arra. Megnézem, hogy én se tudok-e róla semmit, és akkor úgy. Jó, majd egyszer, majd csinálunk egy rendes vasáron a sörözi adást, szerintem inkább az úgy, ahogy elmegyünk majd sörözni év elején. Persze, pont úgy, na jó van. A punirunes legyen veletek, találkozunk. Ámen. A műsor támogatta. Punirunás. Én tudom, Zimi a légy, azt mondja. Jaj, ez jó volt. A műsor támogatta.